A rendőrség tájékoztatása szerint két autó eddig tisztázatlanokból összeütközött. A baleset következtében az egyik sofőr, egy 47 éves férfi és utasa, egy 45 éves nő olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életüket vesztették. A balesetben elhunyt gyermekek keresztapja kereste meg televíziónkat, hogy gyűjtést szervezzenek az árváknak. Sajnálatos családi tragédia történt, ugyanis péntek délután értesítettek minket, hogy a sógorom, meg a sógornőm autóbalesetben Tiszavasvárinál szörnyet halt, és hát sajnos mind a ketten ott maradtak az úton. A nagyon nagy családi tragédia történt, és ezt nagyon nehezen bírjuk rá, kérek feldolgozni. Mert közel állt hozzánk, ráadásul mi vagyunk a gyerekeknek a keresztszülei. Én és a párom. Pár évvel ezelőtt, mert hogy ugye a Andinak a húga, az ugye cukorbeteg, és megkértek, hogy legyünk a keresztszülei. De most a gyerekek jelenleg a mamánál vannak, jó helyen, és szeretnénk, ott is maradnának, mert ugye iskolába járnak, tanulók, és ráadásul nem is akármilyen tanulmányi eredményekkel büszkélkedik a fiú. Országos matek versenyen az első 10-ben van, mert 7. korában felvették a gimnáziumba, és ez nagyon hát megviseli a gyerekeket is, ez a szörnyű tragédia. Sajnos. Már most ott Tiszalökön, meg a környékben mindenütt adomány dobozok vannak kihelyezve, mivel hát nem jó, túl jó módú családból vannak, de megérdemlik a segítséget, mert nagyon a gyerekek is igyekeznek, a szülők pedig igyekeztek a gyerekeknek mindent megadni. A gyerekek pedig nagyon jó tanulók. És hát véleményem szerint, meg hát én, mint rokon is vagyok, hát megérdemelnék az, hogy a nézők, tisztelt tévénézők segítsenek rajtuk. És előre is köszönjük.